jött ki a Kártágónak egy új album, ez a Valóságrock címmel, és aki kicsikét figyelemmel kíséri ezt a fajta mostani jelent, a rockzenének a jelenjét, akkor tudja, hogy most azért dübörgés van. Teljes erővel megy a Lord csapat is, és a Kártágó, és a Kártágot kicsikét most félretéve, most elég sok buli volt nyáron, hála jó Istennek, összeegyeztetve a Lorddal, mert hát a két zenekar a hasonló időpontunkban játszott, de működött. A Lordnál annyi változás van, hogy volt egy basszusgitáros csere. Bele lehet avatkozni. Vida Ferenc Ponty, Telvimos mestert innentől kezdve nyugdíjba helyeztük, mert voltak komoly problémák, de ez aztán nem tartozik senkire, már rám se. Egy nagyszerű fiatal arcot találtunk meg a Pókegonnak az iskolájából. Egy gazdasági gyerek, apró Károly Frankinek hívják. Óriási arc, két nap alatt megtanult az egész Lord programot, és gyorsan betettük a mélyvízbe, nagyon megfelelt, a közönség elfogadta, és most annyi a megfejtés, hogy január 9-én hétfőn, annyira tudom, mert 6-7-8-án egy ilyen Attila napi hatalmas gyomendődi disznóvágás után rögtön már is megyünk stúdióba, Ausztriába, ahol vettük az első lemezeket, az egy nagyon jó kis etalon volt, innentől kezdve ott fölveszük a Lordnak egy vadonatúj albumát, és ami még egy kicsikét poén a régi Lord rajongók számára, annyit szeretnék elmondani itt neked itt a Fix Rádióban, és a kedves hallgatóknak, akik szeretik, figyelemmel kísérik a Lordnak a munkásságát, hiszen 1972 óta 33 év telt el. Én egy olyan 8-9 évet tudok magam mögött a Lord tagságba, és innentől kezdve most már véglegessé mondható ez a formáció. Két bónusznótával is meglepjük a drága Lord hallgatókat. Az egyik az Utcakövén című nóta lesz, ahol egy ilyen kis John Lordos megfejtéssel elkezdjük és bele a sűrűjébe. És egy nagyon régi nóta, a Holló és a rókán felkerül, amit soha nem szerettem, mert elesik a sajt, elmegy a róka. A szöveg is kicsikét olyan bugyuta volt, valamikor ilyen 70-es, 80-as ilyen popfesztiválos megfejtés. Meséltük mai hangszeresbe, és a régi lordosok annyian kérték már, hogy na, szóval a lényeg az, hogy nagyon jó lesz az új anyag, hozzuk a Lord szövegeket, a régi szövegíró, a Balogh József költőtanár úr fogja írni, aki nagyon sokat tett nekünk, innentől kezdve teljes dübörgés. Annyit kell mondanom, hogy tényleg a Lord tagjait személyesen is jól ismerem, és őszintén mondom, hogy szerintem azért szóltok ennyire jól, mert nagyon-nagyon jó a csapat, tehát emberileg is egységes, nagyon együtt vagytok, és hát a Balogh Józsi meg azért tud ilyen jó szöveket írni, mert hát ez a te kategóriád, ez a nagyon jó ember. Szóval így van, és nem beszélve, még a Józsiról egy mondatot, elnézést, hogy egymás szavába próbálok mágni, főleg a magaméban. Gondolj bele, hogy ő írta nem csak a Lord szövegeket, azon kívül nagyon sok expozit és könyveket tudhat magáénak, hiszen költőtanár, többek között a 10 parancsolat szóló lemezemet is ő írta. Tehát nagyon jó a nexus mai napig, és egy azon kívül egy nagyszerű ember, nagy elvel és zárójelve ember. Ez meg, a fontos. Meg tudlak támogatni, úgyhogy nagyon sok műve megvan nekem, hogy szoktam olvasni, sőt most is kaptam tőle, hétvégén is együtt voltunk méghozzá, Keszthelyen ködösen léptünk fel együtt egy színházteremben, mondtunk ködösen verseket, és hát valahogy úgy nagyon szeretjük egymást. Hát hiába akkor közelről tudod, hogy milyen arc. Hát egyszerűen nagyon jó. Egy kicsit ugorjunk vissza, tudjuk meg azt, hogy ugye Beatrice, meg a régi dolgokról beszélünk, egyáltalán persze, illetét a zenész, hát, mert arról nem sokat tudnak az emberek, csak azt tudják, hogy legendás ember vagy, nagy bajuszú vagy, jó humorod van. Igen. De ezekről keveset tudnak az emberek, beszélj erről egy kicsit, tehát a múltról. Hát a múlt az óriási volt, valamikor én 70-ben kezdtem a megfejtést, ezt a művészeti dolgokat. Ami érdekes volt a Beatrice-ről, csak annyit, mikor oda kerültem a Beatrice-be, akkor kezdődött ez az őrületes pánkos korszak, 76-ban. Na most múlt héten volt egy nagy könyvnek az átadója, illetve ilyen sajtótájékoztató Rock Story névvel, Zoltán Jancsi írta, és ebbe egészen a popnak az indulásától, pop-rocktól indulásától napjainkig. Danke very much. Tehát a lényeg az, hogy gondolj bele, hogy ez az ember elég komoly hibákat kihagyott, volt, akit nem talált meg. Szóval elég hiányos ez a rock. Ez nem lehetett rock lexikon, mert a lexikon akkor A-tól Z-ig mindenkinek benne kellett volna lenni. Saját ízére megcsinált egy könyvet, amely jó. Jó, csak nagyon sok hiányosság van benne. Például olyan csapatról, mint a Kártágóról, van egy-egy oldal, és semmi olyan különösebb felfuttatás, mikor alakult, miért alakult, miket tudhatunk magunk mögött, hiszen ez a zenekar nem kis dolgot vitt véghez 82-ben, Fillaki Fesztivál Requiemben
igazság szerint egész Nyugat-Európát lebombáztuk. Hasonlóképpen, mint az Omega, csak hát abban az időben nehéz volt a kint lét, mert azt mondta a kinti menedzser, gyerekek, most fél évig kint kell maradni, nem jöttök haza, és innentől kezdve a nyugati karrier beindul, nem működött. Szóval nagyon hiányos a könyv, többek között hiányzik belőle a Lord együttes, aki egy nagyon komoly, most nem azért, hogy haza beszéljek, de ha nem lennék a Lordban, akkor is mondanám, hiszen egy nagyon komoly szegmense volt a magyarok zenének ez a csapat, aki mai napig is létezik. Hiányosak a könyvek. Visszatérve, Velzice is benne van, egy fotó van, mikor még megalakult úgy, hogy Nagy Feró, Donászi Tibi, Csuka Monika, Fischer Laci, Feró és én természetesen. Ez az ötös fogad, óriásian indult, és ugye az első pankos korszakban már benne voltam, a nagy balhékkal, és jöttek a letiltások. És jöttek a dolgok, egy éve már nem vagyok ott, hogy elárultam Ricsét, nem árultam el, Feró hülye volt, már bocsánat, hogy ilyen szavat lehet, de ez egy eléggé normális hétköznapban használatos szó. Eléggé buta volt a Feró, hiszen az apány kutyát vittem a Beatrice-be, hogy csináljuk meg. Hát ilyet nem lehet csinálni. Innentől kezdve a zenekart letiltották, és ez egy nagyon régi történet, amelyben ugye azt mondják, hogy persze elárultam a Ricsét. Nem, én zenélni akartam, és semmi máshoz nem értem, mint hogy mondtad is. Én nekem egyetlen egy az életem, 5 éves korom óta zenét tanulok, én zenét tanultam, és ebbe szeretnék élni, létezni, ameddig mozognak az ujjaim, ameddig föl tudok mászologni a színpadra. Ha már folyik az infúzió, vasárgy, még akkor is kicsit, hát akkor lesz a Fekvő Rock című verzió, de működik. Hülye Feró leírt ezt a könyvbe, egy olyan cikk van benne, hogy Guido elment, nagyszerű zenész, nagyon anyagias, épp ezért elárult a Ricsét. Szó sem volt arról, hát én nem árultam a Ricsét, lépnem kellett, muzsikálnom kellett, kezdi csókolom. Hát ő ráért, mert ő nem is tudom, valamilyen izét végzett, egyetemet tudott forrazgatni, jönni, venni, erősítőket csinálni, való eladta a Tótvágy szarait. Hát én már nem tudtam már csinálni. Ennyi. Tehát a Beatrice-ben voltak szép dolgok, 76-tól 79-ig is jött a Kártágó, innentől kezdve. Volt egy nagy lépés. Szóval azt mondod, hogy anyagias vagy? Hát most ahhoz képest, ahhoz képest egy kávét kértél a Misi két-két szendvicset, és azt mondta, hogy még egy ilyen kis reklámtáskával volt csomagoljon. Meg kell, hogy állítsanak egy pillanat, mert úgy nézem, a Misi nagyon-nagyon-nagyon elhúzta a száját, és azt mondta, hogy a szendvics miatt. Ezt ha tovább így csináljuk, hogy mi itt ketten beszélgetünk, és hogy megpróbáljuk háttérbe. Nem, Misi szó sincs erről. Ő nem nagyon szeretné az ilyet, úgyhogy Misikém, engedd meg, hogy szerényen hozzád merjek fordulni, és köszönöm, egyáltalán, ha akarod, akár le is térdelek elég. Köszönöm az életnek, hogy egyáltalán Deák Bárdos Misinek valaha az edzője lehettem. Jó pár évig tulajdonképpen én voltam az, aki Deák Bárdos Misit annak idején behoztam a birkózó válogatottban. És hát megmondom őszintén, nincs rossz szemem, de azért azt nem mertem volna megmondani, hogy ilyen komoly eredményeket fog elérni, mert ha belegondolunk, ezek az eredmények iszonyatosan komoly eredmények. Tehát ennyiszer második lenni a világon, nyerni Európa-bajnokságot, és mindig ott lenni a világ élvonalában, és így kinéz, mint a Misi, irigyeljük mi, szeretnénk kinézni. Mi? Jobban néz ki a Misi, mint mi? Hát egy kicsit. Nyakba. Annyit tudod, mint az évek és a rutin, a tapasztalat, az mellettetek szól. Köszönöm szépen. Most akkor arra kérlek, Misiként, mi megpróbáltuk önmagunkat töményezni, ez kevés sikerrel jár. És megkérlek téged, hogy csinálj itt rendet, és mondd el az életedet, avass be a kedves hallgatókat, tegezzél mindenkit, mert ez egy olyan rádió. Jó. És mondd el nekik szépen, hogy honnét indult a pályafutásod, és egyáltalán mit szeretnél még elérni? Jó napot kívánok minden kedves Fix Rádió hallgatónak. Hát azzal kezdeném, hogy ugye ez zene rádiója, és zene és a sport kapcsolata. A mellettem ülő Német Sándor is ennek nagyon jó példája. Nekem a zenében annyi a kapcsolatom, hogy miskolci születésű vagyok, és mint minden miskolci gyerek az Edda műveken nőtt fel. Edda művek, és akkor utána jöttek szépen sorba, én is hallgattam a Kartágót, ismertem a Guido Falvi Attilát. Mit iszik utána? Nem tudtam, hogy egyszerre egy rádió stúdióba fogunk együtt túlét beszélgetni. Én megmondtam, hogy nem lesz elég neki az a pár szendvics, amit én meghívtam reggel. Tehát végig egyszerűen a Miskolcon születtem, azon nőttem fel, és amikor 96-ban elköltöztem Miskolcról, vagy elmentem Miskolcra, akkor egy buli után az Elhagyom a Város című Edda slágert énekeltem, ami a mai napig is az egyik kedvenceim közé tartozik. Hát 96-ban, amikor elmentem Miskolcra, akkor 3 évet voltam még Szegeden. A szegedi évek azok sem voltak, azt nagyon szerettem Szegeden élni. Majd 2001 óta vagyok Budapesten, és te elsoroltad az összes eredményemet, én ezzel nem tudok mit hozzáfűzni. Misikém, ez most egy rövid beszéd volt, de megígérem, hogy utána Attilát még egyszer háttérbe szorítjuk, és akkor csak veled beszélgetünk, de én azért szeretném, hogyha hallgatnánk méghozzá egy Kártágót. Attila, mit hallunk?
Mielőtt még benyomnád itt a nótát, egyetlen egy szót fűznék a Misi mondat, mondtad, hogy nagyon sok ezüstérem. Az a rengeteg ezüstérem, az mond valamit. Egy aranyérem, és utána game over, az nem igazi. De ő mindig ott van, ez a lényeg. Egyszer megírik majd az a nagy arany. Egyszer meg is annyi kell. Nekem az a vélemény, drukkolunk Misinek, és innentől kezdve egy picit muzsikáljunk, hogy legyen igazán jó hangulat, feldobjunk magad, Kártágó valóságuk a színpadon. Vigyázz, mert a Misinek nagyon jó füle van, vigyázz, mert depressiont hallgat. Itt hallhat egy kis megfejtést, egy kis valóságról Kártágó, tessék van. Sziasztok! Ne feledjétek, minden hétfőn délelőtt 10 és 11 óra között élő legenda. Sziasztok! Továbbra is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hát tényleg nagyon félhettek, hogy ez a telefon nem csörren meg, hát valóban félhettek a Misitől. Nálam van, de kikapcsoltam. Vagy esetleg Attilától. Nálam is van, de. Hát nagyon-nagyon szép volt ez a... Nóta, őszintén megmondom, szép volt a hangszerelés, a szöveg is jó volt, és a hang is a helyen volt. Hát hiába, Takács Tamás az tud énekelni, és véletlenül ő se pénzért vette meg. Férfiasabb lett a hangja. Igen, szóval olyan dögös, olyan igazi rokkos, úgyhogy jól szólt. Talán, hogyha esetleg... Ne is téged kérdezek, mert nem én beszéltem. Meg, ne. Misikét fényezzük most. Ott hagytuk abban nagyon sok ezüst, nagyon sok ezüst, de ez azt jelenti, hogy mindig ott van, hála Istennek is. És képviseli a drága kis országot. Beszéljünk a kubai csodáról, arról nálevőről, aki megelőzte. Először most meg szeretném lepni a Misit, mert ugye azt mondta, hogy nagyon-nagyon szereti az Eddát, szereti a Kártágot. És ez engem nagyon megrázott itt a időhelyemben. Mert nem mondta, hogy precsőbrös. De hát most azt hallgatjuk. Mindig ezt hallgatjuk, mindig azt hallgatjuk. De bajnok vagy című nótát, na, tudom? Akkor Misikén meg szeretnélek én, akkor übereljük a nótát, akkor légy olyan kedves, énekelj egy kicsit Depressionből. Mindenkit től elnézést kérek előre is, mert nem vagyok egy megasztár jelölt, úgyhogy megpróbálom egy saját magam előadásában előadni ezt a nótát, amit a német Sanyék írtak. Kizenét, a zenei alap nincsen? Mi zenei alap, te gannélkül? Nem. Vágyakat tápláltál, a sikerről álmodtál, bajnok leszel, gondoltad, a láng és az ötkarika éltetett, szürke hétköznapok, küzdelmes évek, a sportra tetted fel az életed, minden versenyen elindultál, legyőztél és legyőztek, bajnok vagy, te győztél, élvezd az életed és ünnepeld magad. Misikén, bajnok vagy, te győztél, szóval. Hát őszintén megmondom. Misi, nálunk vokánba beszélsz, megvan beszélni. Nem tudom karaoke járni, úgyhogy nem idegen számomra ez, csak hát mindenkitől elnézést kértem előre is. Minden esetre megnyugodtam, Misikém, akkor érdemes tovább zenélnünk, mert már kezdtem elkeseredni, hogy abba kellene hagyni, de Attila is biztatott, de most már innétől kezdve, hogy egy ilyen legendás sportoló, egykori tanítványom elénekeli a dalomat, az azt gondolom, hogy akkor ez, tudja, ez tudja, teljesen a helyén van, nem kellett segíteni, és ez egy aranyérem a sorstól. Misikém, akkor térjünk vissza rád, beszéljünk a gyerekkorodról, hogy éltél, hogy lettél sportoló? Mint minden miskolci fiatal srác, futballista akart lenni. Én is lementem a futball napközibe, ott nagyon megtetszett a sportág maga, játszottunk egész nyáron, színházba jártunk, moziba jártunk, tehát mellette nem csak a sport volt, hanem a kultúra is, ez a 80-as évek közepén volt, 80-as évek elejé közepe. Utána elkezdődött az iskola, és na akkor azt eldöntöttem, hogy akkor én futballista akarok lenni. Lementem az első hónapba edzésre, szeptemberbe, de hát akkor a labdát maximum a szertárban láttunk, mert a gimnasztika volt meg a futás, amit a mai napig utálok futni, és akkor ott a akkori későbbi nevelőedzőm, akit te nagyon jól ismersz, a Juhász József, ő meglátott, és azt mondta ilyen szavakkal, hogy fiam, mit keresel te az ízelt lábúak között, téged az Isten is birkozónak teremtett, lecsaladt a csarnokba, és ott ragadtam, és így kezdődött az egész. Szüleid mit szóltak ehhez, hogy szüleim, a kisfiat? Szüleim nagyon örültek neki, mert... Hogy ilyen kemény sportot választottál? Igen, mert az édesanyámnak a munkahelyén egy volt birkozó volt a főnöke, és ő már ajánlotta később is, vagy korábban is, és amikor én lementem edzésre, akkor nagyon örültek neki, mert ő azt mondta akkor, hogy a Kozma Picinek az utódja lehetek, mert olyan felépítésem volt. Lemaradtam, először nem tetszett annyira, mert nem jöttek annyira az eredmények sem, majd olyan ifibe kezdtem el fejlődni, mert azt tudnod kell, te is tudod, hogy későn érő típus vagyok, és ifibe és juniorba kezdve... Nem baj, hogy felfedeztelek, nem baj. És a Sanyi, már köszönhetően Sanyi hívott be a válogatott keretbe, és onnan datálódik
sikeres pályafutásomnak a kezdete? Hát igen, mondanám, hogyha komoly megfejtést akarnék mondani, hogy tulajdonképpen egy embernek a sikeréhez, lehet a sportoló vagy zenész, az soha nem lehet csak egyetlen egy emberhez kapcsolni, az mindig több embernek a munkája, gyümölcse az, hogy Deák Bárdos ilyen eredményeket ért el. És szépen beszélt Miskolcról, hogy onnan indult el. Hát és megint hallottuk. Innét derült ki, hogy jó ember, mert hát, hogyha nem beszélne szépen, mindig akkor tudjuk, hogy tudod, aki letagadja, hogy honnét indult. Mindenki. Attila, te mit hoztál otthonról? Hát én ezt, amit tudok. Én egy tőzsökeres alsógödi arc vagyok. Ezért hívnak Gödi Gidónak, tudod? Gödi Gidó. Tőzsökeres, tőzsögödi, és hát a szüleimtől azt, ahogy vagyunk. Van jó ember és rossz ember, ezen kívül semmi más, nincs közte semmi. És hogy neveltek téged? Szigorúan? Vagy bújtani kellett, tagadni kellett? Ezzel én egy kicsit... Mert én nagyon sokat hallottam a sportolóktól, zenészektől, hogy dugdosták a hangszert, nem otthon tartották, hogy sportolók, mit tudom én, titokba jártak el, régi aranycsapatosoktól például hallottam ilyet, hogy nem merték elmondani, például Tóth Kettő József nem mert elmondani, hogy edzésre megy, ezt a közben mondott, hogy máshova megy, és akkor ment a legelején még, igen. Tehát kérdezem azt, hogy neked örültek, hogy zenész lettem, mert azért abban az időben azért nem volt ez olyan hatalmas nagy dolog, mert mindenki azt mondta, hogy kisfiam, tanulj szakmát, tanulj, hogy okosabb legyél. Nem szabad, hogy zenével foglalkozzál, meg sporttal, meg minden. Nálunk más volt, édesanyám az otthon volt, édesapám volt az eltartó, és a lényeg az, hogy ugye eléggé lazán voltunk nevelve. Mi hárman vagyunk testvérek, van egy éve fiatalabb bátyám, 5 éve fiatalabb húgom. Mindenki az életterületén, hála Istennek, nagyon nagy arcok, nagyon nagy emberek. És hát én 5 éves koromban elkezdtem zenét, nagyon szerettem tangoharmonikázni, zongorázni, mindig megkaptam azt a lehetőséget, hogy na most mit szeretnék. De a fontos az volt, hogy hagytak a szüleim abba a tudatba, hogy próbáljam felfedezni azt a fajta dolgot, amely hőz majd az élet területén esetleg fogok viszonyulni. Ugye nagyon sok olyan arc van, akit erőltetnek és nem hagyják felfedezni a gyereket, hogy mi lenne a vége. Egyszer volt egy tanítványom, egy zongorista gyerek, az isteni nem tudott, beivattattam a szülőket. Hát ugye nagyon jó menő nőgyógyász és egy ügyvédnek a gyermeke volt. 10 éves volt a gyerekben, még nem alakult ki, hogy mit szeretné. És mondtam a szülőknek, mi nem iratják, inkább sakkozni, vagy sportolni, fotbalolni, bármire, de olyat, ami nem szereti a gyerek, ilyet nem szabad. A zene az meg nem az, hogy na most ha kell, hanem a zenét fel kell fedezni, meg kell szeretni, hogyha esetleg ezen a pályán akar működni. Nekem így alakult, hála jó Istennek, egyik hangszer a másik után, 5 éves koromban kezdtem, 8 éves koromban onnan már felmentem zongorista megfejtésbe, aztán ugye Gödről mindig be kellett járni, alsó Gödről vonattal hoztak rokonok, szülők, stb. Ismerősök, mert akkor még ugye fiatal gyereknek ez a 23 km Pesten volt a tanítás, és innentől kezdve bekerültem egy kis központi művészegyüttesbe a Rottenbiller utcába, ott kezdtem a pályafutásomat, felvételiztem a zeneművészetire, és innentől kezdve kialakult bennem ez a dolog. 71-ben szentjavatták a nagybátyámat, a Gidolfalvi Lajosról utcán nevezve, akkor felvettek volna ezen akadémiára felvételi nélkül. Mondom, köszönöm szépen, ha nem tudok, akkor nem kell, és nem akartam úgy felvételizni, hogy most abba a régi szférába, hogy na most ha kell, hanem aki onnan jött, és akkor innentől kezdve megfejtésben, nem akartam többi embertől elvenni azt a helyet. Például akkor arcok, akik mondjuk egy Kucsi Zoltán, amire az ország nem tud, hogy az ember háromszor ugaszkodott neki, azért, mert matematikából elvágták. És most az élet bebizonyította, hogy mekkora világszínvonal az arc. Nekem a hajlongás volt. Ennyi. Mindent az élet bizonyít be, tehát a bizonyítékra szükség van. Bizonyíték nélkül nem lehet miről beszélni. Attila, mi igaz ebből a 10 hangszerben, mert én tudom, hogy igaz, de mondjál egy párat, légy szíves, hogy milyen hangszerekkel játszom. Hát ilyen szépen az alapokat mindenki tudja, tehát az összes billentyűs, ami létezik. A 6-húros, a 4-húros vannak a gitárok, akkor dicsekedhetem egy olyannal, hogy a Deák Big Bandben a Jazz Konzint pozanoztam, és a mégzagézát én fújom. Innentől kezdve azt hiszem, nagyon ez volt itt a nyerő. Nagyon sokan ezt nem tudják. Hát Attila, ezt mindenféleképpen akartam, hogy elmond, mert én amikor nekem mondtad, megmondom őszintén, még régebben, én sem tudtam. Jó. Most tudom, hát igen, tudtam, igen. Előtte is tudtam. Ez de... úgy volt, hogy felvételiztem 71-ben a Jazz Konzira és zongora szakra. És egy hely volt, és a különböző nagy megfejtéseket vittem, nem feleltem meg, fővették a Rátonyinak a fiát, egy hely volt, hát Istenem, biztos jobb volt, az élet mai napig is ezt bizonyítja, innentől kezdve mondom, de én oda szeretnék menni, és a tanárom azt mondta, még van hely a
pozanszak volt. Hát annyit láttam, hogy húzigálják, ráncigálják. Volt két osztálytársam, Simon Figyuri, és mondtam neki, hogy mondom, Gyurikám, meg kell tanuljak, ez 3 nap múlva felvételi. Hát itt a cső. Hát mondom, de hogy kell húzni? Na 3 nap alatt megtanultam 2 skálát és a gyertyafénykeringőt. És a Serényi Dezső tanár úr és a Fidzi Karcsi, aki azt hiszem a zenészeknek mond valamit, hiszen egy nagyszerű jazz muzsikus, ők azt mondták, hát a 3 nap alatt ennyit tud a gyerek, akkor lehet, hogy megtanul. Na egy év múlva már a Mézge Gézát én folyattam, hála Istennek. Tehát ilyen a sor. Ezek csak úgy ilyen kis ízelítők a hangszerekből. Hát többek között a 10 parancsol a szólemezem, ahol minden hangszer. Játszadozom. A végén majd hallgathatunk esetleg egyet, mert hát elhoztam azért csak úgy érdekességképpen. Úgyhogy az, hogy hány hangszeren játszunk, én nem azt mondom, hogy tudok rajta játszani, szeretek rajta játszani. Fel is játszom azokat, amiket kell. Hát stúdió munkában ugye nagyon sok lehetőségek vannak. Ja, és nem beszél való, hogy még dobolok is, tehát azért ez egy fontos történet, nem olyan szóval szinten. Szóval fel akarsz állítani a dokszékből. Nem, én soha, én senkit. Hát el vagyok keseredve, hát azért erről nem volt szó. Nekem egyetlen egy dolog megadatott, hogy mikor elmentem a Tokaji Rocktáborba, és Szigeti Feri csinált ezt a tehetségkutatót, és bementem egy ilyen órára, és mondtam a gyerekeknek, hogy ez nem úgy kellene. Hát ugye addig mi nem mutatod meg, addig nem viszi el. Gyerek föláll, verő kikap, és megmutattam meg, hogy mire gondolok. Bőgőt kikap a kézből, gitár, stb. Innentől kezdve már is sokkal hitelesebb a dolog. Tehát ha meg tudod mutatni, hogy mire gondolsz. Ez olyan dolog, mint elmész egy ilyen festő tanfolyam, és mondja a tanár, hogy te azt a lilát ne, azt én szeretnék egy ilyen fényes zöldet, ami átmegy arany sárkában, mint amikor a lekváros csirkét megfested. Na most, ha nincs oda a kellő palettára föltéve, a gyerek szembe nem fogja tudni vizuálisan látni. Ennyi a történet. Hát azt gondolom, hogy nagyon jó játszott, de gondold el, hogy birkózásban mennyire így van ez. Misi, ez nagyon játod, nagy. Ott is meg kell mutatni a dolgokat? Mester is tanítványa, le olyan meg, szép látvány. Meg kell mutatni. Sok ember csak beszél róla, sok ember mondja, hogy ő mekkora alkotják király, a kritikákat. És azt szokták mondani, hogy a jó birkózók soha nem sem beszélnek, hogy mekkora birkózó, mert azt ők bizonyítják a szőnyege. Misi, szokták mondani, csak meg kell öregedni, és akkor az ember iszonyatosan nagy birkózó. Tudod, akkor összekapaszkodtunk, leszaltoztam, eldobtam. Igen, egyet, és a valóságban megdobálták a sporttal kapcsolatban. Itt tulajdonképpen szemben mondhatni, hogy mester és tanítványa ül. Lehet azt mondani, igen. Megmondom miért. Csak a zenész dologról egy másodperc, hogy mennyit jelent az, amikor az ember büszke tulajdonképpen a tanítványára. Gonda János, jazz konzervatórium, és Peszkán Frigyes, egy kiváló jazz zongorista. Talán olyan 30-40 évesek tudják mondani, amikor még volt, aki mit tud. Ez a gyerek egy fantasztikus, az volt. Egy nagy hiba az élet fintora, hogy a tanár nem tudott büszke lenni arra, hogy lekörözte tulajdonképpen a tanítványa. Nekem van egy ilyen tanítványom, így tudnám hordozni a tenyerem, és büszke lennék, hogy Istenem, mit tudtam adni, és a jól esik, hogy itt van Német Sándor Nyiba. Mindig, nem, a Sanyinak van egy olyan sztoria, 161 centiével, Sanyinak van egy olyan sztoria, hogy hazajöttem Teheránból a VB-ről, és azt mondta, hogy kijött a repülőtér, és így félredögtem, és akkor mentem a szüleim felé, és így félredögtem. Teherán, kedvesen generál, de itt van Misi. Na most, mentem a szüleim felé, azt úgy kell elképzelni, hogy a tömegben egyszer csak megjelent 2 kiemelkedő ember, Misinek a hozzátartozó. És utána a tömeg megalvul, és akkor egyszer csak megyek a Misi fele, mondom, látom, nem nagyon rajong, hogy itt most mit tudom én, itt valami közben volt ehhez a felkészüléshez, hát jó, mondom, hát ha nem, hát és akkor látom, fényképezik a Misit jobbról, balra, ülve, fekve, zászlóval, zászló nélkül, nem mondom, jó, és akkor na, aztán jött le edzésre, na, akkor megkapta a fejmosást. Hogy volt ez, Misi, mondom. Jó, hát... De nem akartam én ezt az egészet így csinálni. Ez így alakult. Sanyi, de utána én 1000-szer bocsánatot kértem a Sanyitól, és ő megbocsájtott nekem. Nekem is nagyon remélem. Meg Misi. Ezért vagy itt, Misi, ezért vagy itt. Úgyhogy amíg élünk, jóba leszünk. Ez egy nagy dolog. És azért azt hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon sokat segítő nekem abban, hogy a klipjeimben is számtalan, legalább 4-5 klipemben szerepel a Misi, úgyhogy hordoz a vállán. Egy darabig vittem én, aztán nehéz volt, és most már jó visz engem. Igen, így jobban néz ki. Jobban néz ki, mert túl nehéz a Misi. De azért most már kezd jobban kinézni, mint én. Szóval ez nem tudom nekem, tehát érted? Szóval fiatalabb is, jófazon is, nagy darab is, nézegetek. Most is bejöttünk ide. Téged is néztek, őt is néztek, engem meg nem akartak. Nem tetszik nekem az ilyen. Na mindegy. Akkor meg kellene hallgatnunk egy jó zenét. Mit hallunk? Hát egy kis ígért, hogy a hangulatot feldobjuk így úszkve 10:30 felé, ugye? Vagy mennyi? 10:11? Kicsit késtem, mert elég korán ébredő vagyok, ilyen délkülül szoktam kikecmeregni. Köszönöm, hogy megtetted, hogy felébredtél. Csak miattatok. Köszönöm. Hát egy kicsit hangulatban legyen egy kis szóvonalok alól együttestől, amúgy megadja a hangulatot. Jó? Tessék van. Fix Rádió 98 MHz.
álmodtál, bajnok leszel, gondoltad, a láng és az ötkarika éltetett. Szürke hétköznapok, küzdelmes évek, a sportra tetted fel az életed, minden versenyen elindultál, legyőztél és legyőztek, bajnok vagy, te győztél. Élvezd az életed, és ünnepeld magad. Bajnok vagy! Te győztél! Sziasztok! Ne feledjétek, minden hétfőn délelőtt 10 és 11 óra között élő legenda. Sziasztok! Tehát az Élő Legenda című műsort halljátok. És vendégem Deák Bárdos Mihály, Európa-bajnok, ötszörös világbajnok ezüstérmes, meg még néhány érem tulajdonosa, és Guido Falvi Attila, aki annak idején a Beatrice, mint alapítótag részt vett, és hát ugye a legendás Kártágóban, és hát a Lord együttesben. Én mondhatom azt, hogy ezek az együttesek nagyon-nagyon jól szóltak, szólnak, és azt is mondhatom, hogy Deák Bárdos Misi is jól szólhatna, ha zenész lenne, de mivel ő nem zenész, ezért nagyon jól énekelte Misikém. Annyira tetszett, komolyan mondom, meg vagyok hatódva, de aztán akkor nyugodtam meg, amikor a Requiemet is elkezdte énekelni, tehát azért ez imádja a Kártágót is. Hát a Lordról talán annyit... A jót. Figyelj, a Lordról talán annyit, én is el vagyok keserűm, ez a Lord, ez lényegesen többet érdemelt volna, tehát a magyar rock zenei palettán, tehát ez sokkal jobb zenekar, mint amilyen megbecsülést kapott. Ez nekem is nagyon fáj. Persze, nyilvánvaló, csak egy mondatot visszatérve, pontosan emiatt kellett egy olyan embert lecserélni, aki igazság szerint hosszú évtizedeken keresztül fékettett a zenekarra. De szó szerint. Szóval nem akarok itt most belemenni dolgokba. A Lord együttes egy nagyszerű színfolt volt világ életében is, mikor megalakult. Mi nagyon sok közös bulit játszottunk a Kártágóval és a Lorddal. Egy idő után meg azért nem működött, mert Vida Ferenc volt basszusgitáros, és a Szigeti Ferenc között volt egy olyan komoly nézeteltérés, amelyet a Szigeti Feri nem tudott lenyelni. És innentől kezdve, nézd Sanyi, egy a lényeges, ha vége van egy bulinak, mindenki máshol lakik. Az énekes soproni, a szólógitáros, basszusgitáros szombathelyi, mi a Lajossal Pestről megyünk. Játszunk mondjuk Pécsen vagy bárhol. Ha vége van a bulinak, Isten áldjon, jó utat, vigyázzatok magadokra, csók a családnak, találkozunk legközelebb. Az ember úgy válik el, ha elmegyek valahonnan, hogy az ember jó utat kíván másiknak is, és a leghamarabbi viszontlátási csá. Na most ilyen X ember észre soha nem volt meg. És sajnos a zenekarra rányomt ezt a bélyeget, hogy olyan rosszul intézte a zenekarnak a marketing részeit és a baráti dolgokat, hiszen tudott-e is nagyon szakmába, itt valami szinten egy egységes dolgot képviselni kell. Tehát a zenekaroknak nem egymás ellen kell létezni, hiszen tudjuk, mikor a rock műfaj megalakult, ez egy olyasfajta mindenkori kitaszítottságnak volt kitéve, akár a fazonális megjelenések miatt, a nagyhaj miatt, a hangos zene miatt, a farmer nadrág miatt és a szövegek miatt, hogy ez már eleve, tehát a mindenkori fentlévő hatalom eléggé háttérbe helyezte. Ha nem tudtál valami szinten okos kompromisszumot kötni, akkor ez nem működött. Ennyi a történet. Úgyhogy mi működünk, és hála Istennek a sport, ugye mindig azt mondjuk, a sport és a zene mennyire hasonló, de valami szinten másabb, mert itt a sportoló, ha leteszi azt a megfelelő dolgot, akkor el tud élni azt az életbe, amely ad neki egy érmet, és az nem lett tőle, az soha nem tudják elvenni. Az van, az létezik, amíg a világ. Misikém, beszéljünk azokról az emberekről, akik segítették a karrieredet, a pályafutásodat, akik felkészültek voltak, gondolok itt Kocsis Ferenc olimpiai bajnokra, Komáromi Tibor háromszoros világbajnok. Elsősorban a nevelőedzőmet szeretném megemlíteni, akiről már esett szó az idén. Őt Juhász Józsefnek hívják, Miskolc, ő fedezte fel bennem a... Tehát ő volt a nevelőedzőm, majd 94 óta valami Német Sándor volt az egyik edzőm, amikor szabadfogásban bekerültem a válogatottba. Ismered őt? Hát egy látásból, jó képi Bali. Igen, itt ő mellettem. Visszatérhetéve. Sokat köszönhetek a Sanyinak tényleg, mert ő vitt be először is a felnőtt keretbe. Majd utána 96-ban, amikor lekerültem Szegedre, akkor Kocsis Ferenc, a népszerű Csikó, aki olimpiabajnok, világbajnok, Európa-bajnok, 1000 világversenyt megnyert. Ő volt az edzőm, ő 3 évig tartott az edző. Volt egy Balla József nevezetű úriember, aki sajnos már nincs az élők sorába. Ő volt a válogatottnál az egyik edzőm a 97-től 2000-ig.
Majd a 2000-es év után jött Komárami Tibor, aki jelenleg is a edzőm, akiről annyit kell tudni, hogy háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes és kb. 12 felnőtt világverseny érem tulajdonosa. Egy nagyon jó edző, egy nagyon jó ember is. Majd 2001-ben, amikor a Vasashoz kerültem, akkor ott Bódi Jenő az egyik legjobb magyar edző, aki van most a birkózásban, ő vette át a edzés munkámat, és őnek is nagyon sokat köszönhetek, és megpróbálják ezt úgy csinálni, hogy a Komárami Tibi, a Bódi Jenő is, és minden magyar edző, az próbál segíteni a vállalatotba, és próbál segíteni az embert, hogy egyfelé húzzuk azt a szekeret, ha már húzni kell. Misi, irítséget nem érzel? Egyik mesteredtől sem érzed azt, hogy most oké, ettől eddig az edzője voltam mondjuk Misinek, de utána más lett, hogy nem érzel ilyet? Volt egy pikáns dolog, amikor 99-ben én elmentem Szegedről, akkor a Kocsis Ferivel megszakadt a úgymond a kapcsolatunk, hogy nem lett az edzőm, és két év múlva rá az egyik legnagyobb ellenfelemnek az edzője lett. Elég pikánsan éreztem magam az elején, főleg úgy, hogy amikor felmentem a szőnyegre, és az ember ellen birkoztam, a Feri kiabált, de nem nekem kiabált, tehát valamilyen szinten furcsa volt, de a mai napig is jó, viszonyban vagyunk, találkozunk, szia, puszi, mi újság van, tehát semmi gond. A szőnyegen ellenfelek vagyunk, de egyébként meg nem. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az elején egy kicsit pikáns volt, de aztán utána mind a ketten feldolgoztuk ezt is. Tehát úgy érzed, hogy most már eljutottál arra a szintre, hogy azért a legnagyobb mestereid is el kell, hogy ismerjenek, hiszen olyan eredményeket ért el közel, tehát ide-oda lehet csúsztatni. Én úgy érzem, hogy egyik edzőm se féltékeny az én sikeremre, főleg a Komárami Tibi is azt mondta, hogy annál csodálatosabb dolog nincs, hogy egy volt jó birkózónak nagyon jó tanítványai vannak. Így van. Hát én is azt gondolom, hogy Komárami Tibor, ezt hozzá kell tennem, hogy a minden idők legtöbb érmet szerzett birkózója, és hát Misi arra törekszik, hogy tulajdonképpen Komárami Tibit megelőzze, ami nem egy olyan iszonyatosan nagy bűn, el lehet ezt viselni, de Attila, szóval ásítasz, tehát ennyire unalmasak a nem, Misi, vagy én, ennyire már ki vagy merülve, tehát nyertem egy nagyot, hogy ezek fantasztikus eredmények, amit a Misi ilyen fiatalon elért. És tudod mi a botrány, hogy amikor mész a városba, vagy megyek ide-oda is beszélgetünk, és hát ugye mindenkiben az a mérkődés maradt meg, hogy a hatalmas szobor kubai megy a Misi fele. És az emberek most, oké, hát a világ, hát a Mohamed Alitól kezdve leütöttek annak idején, volt olyan időszak, persze, amikor már előfordult ez is. Most az emberekben ez maradt meg, hogy ezt a mérkőzést látták, és azt mondták, hát igen, hát a kubai megverte a Misit, tehát elfelejték, hogy hát bocsánat, kérek, ez világbajnoki döntő volt, és most így alakult, de hát a Misi komoly embereket vert el, és éveken keresztül ott hozta az érmeket, és egyszerűen az embereknek akármit nyelsz, mindig kevés, tehát több kellene, de hát mennyi kellene, mindig azt mondom, hogy Ez nagyon jó példa volt az olimpia, amikor most a Majoros Pisti ugye megnyerte tavaly 2004-ben az olimpiát, akkor az volt, hogy nagyon gratulálunk minden, egyetlen olimpia bajnok férfi egyénibe a birkózásban volt. Igen, de a kérdés az volt, hogy hol van a többi, hol a többi ember, hol a Deák Bárdos, hol a Bárdosi, hol a Verzica, hol a Virág, sorolhatnám az ember, Ritter, sorolhatnám az embereket. Most pedig a világbajnokságon szereztünk 7 érmet. Szerintem a kajakosokon kívül olimpiai számokban 7 érmet senki nem szerez világbajnokságon ebbe az évben, és most pedig az a kérdés, hogy hol az aranyérem. Persze, semmi nem jó, semmi nem jó. Te mit szólsz ehhez? Hát nekem van erről egy külön véleményem, hogy sajnos az a baj, hogy a magyar média azok sajnos nem úgy állnak a dolgokhoz, ahhoz kellene. Nem tudjuk megbecsülni azt, ami van, és ami van, az például nyilvánvalóan egy olyasfajta ambíciót adni a gyerekeknek, na hát akkor legközebb lesz esetleg, soha nem lehet tudni, mi van, de egyszerűen büszkéknek kell lenni, hogy egyáltalán ott vagyunk. Számomra az első, második, harmadik hely, míg a dobogon fönn vagyunk, az nekem nagyon sokat jelent. Az nagyon sokat. És már eleve az sokat jelent, hogy kiejtik azt, bizonyos helyeken, médiákban, nem Magyarországon, hanem a világon, hogy kiemeli, hogy második hely, egy szilver, stb. Plakett, ungár, stb. Ez egy akkora melegséget ad az embernek, hogy én mondjuk ilyen szinten tudok emberek. Nekem sokat jelentett. Ahogy most a labdarúgó válogatottunk is, ott tud lenni nagyon nagy dolgokban. Halló, szia! Van egy telefonáló, csókoljuk az országot. Olyan idegesek voltunk már, azt mondjuk, álljunk föl, menjünk, nem érdekel senki, hogy mi itt vagyunk, de hogy nem, hallgatunk. Hát azért, hogyha jó a műsor, kevesen telefonálnak, mert hallgatják. Köszönjük, király. Nem azt jelenti, hogy rossz a műsor, hogy betelep. Azt akarom csak mondani, hogy jelentős probléma ezzel az eredmények elismerésével szerintem ott is fölmerül, hogy mondjam,
sajtó, mint olyan nem, vagy legalábbis nagyon kevéssé létezik. Jogos. Tehát van egy újság, amit, hogy fogalmaznak, a sportbotrány újsága, tehát van egy ilyen, ami másra nem jó, csak a sportbotrányokat írja meg, tehát sikerekről szinte be se számol. Aztán van egy olyan, ami sajnos futball újságá vált, pedig a neve meg egész másra predesztinálná. Fél oldalak vannak sportágaknak, és 14 oldal a labdarúgásnak, de ez sem megoldás. És ezen kívül sajnos a kereskedelmi televíziók megjelenésére olyan szakkommentátorok és olyan szakemberek tűntek el a süllyesztőbe, akik ezeknek a dolgoknak a megítélését némileg befolyásolni tudta volna. Jól látod. Hát igen. Igen, csupán csak ennyit akartam mondani, még annyit hozzá, hogy valahogy ez úgy zsikerből bennünk van, hogy vannak sportágak, ahol csak az aranyérem az elfogadott, ugye ez a kajakkenu, a birkózás, röviden csak annyit tudnék mondani, azért megnéznék egy-két embert, akik kritikát alkotnak, mondjuk Deák Bárdos Misiről, mondjuk, hogy 3 percig megnézem a birkózó szőnyegen, és utána megkérdezem... 3 másodperc. És akkor, megkérdezném tőle, hogy vajon miért nem verted meg a Kubait? Igen, szóval ez az, amit elfelejtünk, hogy sportesemények mögött azért hatalmas munka van. Tehát félreértések elkerülése véget. Még olyan szinten is, aki egy országos bajnokságban 5. helyen áll, tehát nem kerül ki sajnos válogatott szinten, hanem 5. helyen áll, amögött is hatalmas munka van. Ennyit akartam csak mondani. Nagyon szépen köszönöm, Hello. Nagyon jól látta a dolgot. Hát nem vagyunk hárman, hanem azért vagyunk. És a másik dolog szerintem ehhez kapcsolódik maga az, hogy Magyarországon ketté kell választani a sportot, van a foci, meg van a többi eredményes sport, igen. És van a foci, amiben pénz van, és van az eredményes sport, amiben meg eredmények. Igen. Hát igen, szia! Sziasztok, Fornákos vagyok. Én is elmondanám a véleményem, de örülök, hogy már előttem is volt egy telefonáló. De én is csak annyit tudok mondani, hogy nagyon gratulálok, és engem végtelenül dühít egyébként ez az eredménycentrikus hozzáállás. Mert én is voltam magyar bajnok, és tudom azt, hogy nem én voltam a legjobb, de nekem jött akkor össze. Tehát én úgy érzem, hogy az élvonalban van mondjuk 10 ember, és akkor a 10-ből 5 nagyjából egyforma tudású, és akkor az, hogy ki nyer, hát az épp a pillanat dönti el. De attól nem rosszabb az egyik. Mit sportoltál te, ne arra úgy? Én snowboardos. Snowboard. Gratulálunk. Köszönöm, de tényleg nem, azért mondtam, csak példakép, hogy én így vettem észre, és hát oktatom is ezt a dolgot, meg jártam a TF-re, és ott is, bár a TF-en is úgy oktatták ilyen eredménycentrikusan, és engem ez végtelenül dühített. Szerintem nem is erről szól a sport, hogy most ki nyer. A másik dolog meg azt szerintem, hogyha valaki egyszer odaér a dobogóra, az lehet véletlen. Csak azt mondja, hát ez véletlen volt. De aki már többször, az már szerintem nem véletlen. Hát hogyne. Hát az jelez valamit. Hát én is voltam negyedik, meg mit tudom én hányadik, meg harmadik, meg mindenféle voltam, tehát, és egyértelműen azt láttam, hogy az, hogy valaki második, hát az a véletlen műve is lehet, hogy ő épp második lett, és hát nem igen, első. Tehát ez annyira necces, és annyira egyforma tudású emberek vannak már ott, és hát tényleg az ember fölteszi az egész ifjúságát azért az eredményért, vagy azért a teljesítményekért, azért a 10 évért. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Arra kérlek, hogy máskor is telefonálj, még akkor is, hogyha létszeres írd fel a számot, mert úgy látszik elfelejtjük bemondani a számot, de hát azért ti figyeltek. Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, máskor is hallgass bennünket és telefonálj. Nagy arc volt mind a kettő. Hát telefonál. Csak nagy arcokkal beszélgetünk. Tehát a 98-as MHz-en a Fix Rádiót halljátok. 0634-140-32-68 az SMS számunk, és 463-43-13, ez pedig a telefonszámunk, és vendégünk pedig Deák Bárdos Mihály, Európa-bajnok birkózó, és természetesen sok-sok világbajnoki érem tulajdonosa ezüstéremben.
illetve Gidófalvi Attila, a legendás zenész, aki 10 hangszerrel játszik, és aki mellette iszonyatosan jó ember, de az itt a probléma, hogy a Misi is nagyon-nagyon jó ember, és a Botond is iszonyatosan Botond jó ember. Én meg csak itt meghúzom magam a háttérben. És annyit meg, ahogy kérdezel. Én jó képű vagyok, az is valami. Így van, az is valami. A sportra? Mondjál csak, mert már megint hát nagyon kezdve, szerintem hallgassunk meg megint egy zenét tőletek, kicsit háttérbe szorítva magunkat. Mit hallunk, Attila? Hát Misinek az egyik kedves szó, tehát szeretnék neki kedveskedni erre a csodálatos ezüstérre, és én azt tudom mondani, ha még 30 darab ezüstérrel itt fog hemperegni számomra akkor is el tudjuk viselni. Aztán a nádevőt majd valahogy leküldjük azt a bugat, a kis kubai jevőt. Maradjunk annyiban, a Kártagónak ez a nagyszerű himnusz, amely volt, van és mindig is lesz. Az új lemezet megcsináltuk egy szeriőzebb, kicsit klasszikus feldolgozásban, jó maga meghangszereltem. Innentől kezdve én szerintem nem is kell sokat beszéljek, legyen a zenéje a szerep, egy requiemet a Kártagótól. Fix Rádió 98 MHz. Még mindig nem kapták meg azt az elismerést, amely a relatív gyér hazai rockmezőnyben megilletné őket. Sziasztok! Ne feledjétek, minden hétfőn délelőtt 10 és 11 óra között élő legenda. Sziasztok, az Élő Legenda című műsort halljátok, vendégünk Deák Bárdos Mihály, Európa bajnok és 8 érem tulajdonosa. Kirenc. Már egyből az elején hibázok. Ne, hát ez ilyenbe belebukni tényleg. És Gidófalvi Attila, a legendás billentyűs a Kártágóból, Beatrice-ből és Lordból. És hát itt beszélgetünk az élet megfejtéseiről, és jött SMS, hogy nagyon jó a műsor, jók a poénok, de a Misit ne nyomjuk el, hagyjuk előtérbe menni Mackó néven. Köszönjük az SMS-t. Attila, mondjál valami megfejtést, amit még nem fejtettél. Én nagyon nem tudok, egyszerűen nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, örülök néked, hogy meghívtál, és nem akarom fényezni, egyszerűen büszke vagyok, boldog vagyok, hogy ekkora arc mellett ülhetek szemben, mint a Deák Bárdos Mihály. Ez egy akkora élmény számomra, hogy ez most nem, ez én egyet tudok mondani, mikor kijártam még az Üllői útra, és nagy arcokkal tudtam találkozni. Melyik az Üllői út? Üllői út, a Fradiról beszélgetek. A vérem zöld, a régi Fáraón óta. Nekem azok mindig nagy élmények voltak, amikor a ma még létező, élő, amiről a műsorod is szól, élő legendák. Ez persze mondjuk elég érdekes, elég necces ez a dolog, hogy élő legenda, hiszen akkor kell az emberekkel pár mondatban, azonos hullámsávon, akár riportot vagy pár percet eltölteni, mikor még léteznek, élnek, amikor még tudunk egymásnak olyat adni, amelybe fel tudunk töltődni. És egy ekkora az, mint a Misi, hála Istennek ennyi csodatos éremmel a háta mögött, amelynek nincs vége, természetesen. Azt szeretném megkérdezni, Attila, hogy kik azok a személyek, akikre te felnéztél, mint zenészek? Tehát akik azt mondtad, hogy ettől tanultam valamit, ez hatással volt rám, ezzel játszottam együtt, de nem volt jó, de mégis kik adok, akikre igaziból felnéztél? Mondjál pár én, akik igaziból felnéztem, kész csokom, drága. Akikre igaziból felnéztem, hát élő, izé van, rákendolva. Akikre igazából felnéztem, nekem sokat jelentett az, amikor én elkezdtem muzsikálni, én most csak a hazai pályáról beszélek, mert külföldéket tudjuk, hát amikor kezdtük, hát mindenki tudja a nagy arcokat, pörpültök kedve. Nekem, akik megadták az első löketet, hogy itthon elkezdtem muzsikálni, igazság szerint az Illés együttes, a Benkőjék, a Mekijék, az Omega együttes, aztán jöttek a Metrojék, jött a Sirius, a kicsikét filmje, akkor jött a Damien korszak, a Rózsiék a Bergendivel. Tehát mindig megvoltak azok a példaképek, akik azt mondtam, hú Istenem, hát azért így, nem azt mondom, hogy így élni, hanem mondtig elég azt tudom mondani, hogy így muzsikálni, és ott a színpadon fel lenni, amikor már tudod azt a kontaktust. Tehát megvoltak azok az arcok, akik megadták nekem azokat a löketeket, akikre jó volt felnézni. És mai napig is, hogyha össze tudok futni egy pár ilyen nagy arc, vagy Skorpióról mondjuk, más nem mondjak, egy Fedez Kacsi, vagy egy Tátrai, akik annyira meghatározók voltak, és hála Istennek mai napig is működnek. Én azt tudom mondani, aki jó, az jó. Itt sok dumának nincsen aja. Én nekem az a véleményem, hogy akik szeretnek muzsikálni, azok a mai napig még mindig ott vannak. És egy nagyon fontos, mindig a
elviekben lévő csúcson kell a dolgot abbahagyni. Amikor mindenki arra fog emlékezni, igen, ez hiteles volt, ez azt adta nekem, amit vártam tőle, ez valós volt, akkor még tud menni. De amikor már az ember folyamatosan megy, tehát game overbe és jön az akku, akkor már nem érdemes. Tehát mindenáron, nem, ez ugyanúgy, mint a sport. Ugyanaz, mint a sport, például a kokorra, ugye, táncolj kokó, addig táncoltam, mint aképpen széttáncolta magát. Most hál' Istennek műsorvezető, de például ezért én a boxgálát folyamatosan nézem, és egyszerűen boldog vagyok, büszke vagyok, hogy ekkora arcok ott vannak érted, mint a madár, hál' Istennek nem az influenzáról beszélünk, hanem a madárról beszélünk, és fantasztik, vagy a csontörő, vagy a Kótai Misi, ezek számomra akkora élmények, hogy nem, erről az mondjuk ti tudtok beszélni, mint a Misi-tenyére. Hétvégén voltam Kecskeméten egy utcai harcos balhén, amivel Sanyival is egyszer voltunk innen a csárakban, és akkor én meg voltam hívva, mint zsűri vendég, és a végén átadtam a plusz 85 kilónak díjat, és akkor ott a Bútor Mónika, aki volt a Playmate, a decemberi Playmate, hát botránya, hogy kinyitott a nő, mindegy, ez egy másik kérdés. Ő megkérdezte tőlem, mellettem ült a Kovács Attila, aki a Viperá becenévre hallgat, és megkérdezte tőle, hogy mi a vélemény erről az egészről, mondta, hogy nagyon tetszik, nagyon küzdelmes, blablabla, és ütette nekem a mikrofont, én pedig mondtam azt, hogy én most mit tudnék ez még hozzáfűzni, maximum annyit, hogy egy jó birkozó komoly baj tudna itt csinálni. Én csak azt mondom, hogy ahova birkozók beteszik a lábukat, ott baj van. Egyébként most megint lesz majd Miskolcon egy ilyen K1-féle. Én biztos vagyok benne. Ha ott most indul egy birkozó, és az meg is nyeri. Nem akarok itt reklámot csinálni. Maradjunk annyiba, hogy a birkózás egy különleges sportág. Ehhez erő kell, ehhez kitartás kell, itt testtelenik küzdelem, itt nincsen kegyelem, itt felalapon mellébeszélés, nem lehet megdumálni a másikat, hogy majd figyelj, nem tudtad ezt megbeszélni a kubaival, figyelj, megdumálod, és akkor utána dobálod a kubait, egy üres bőn, és akkor mondod, úristen, Misi, ezt a nagy darab kőkemény kubait, hogy dobálja? Misi, mesélj nekem azokról, akikre te felnéztél gyerekként, vagy későbbiekben, akiket elfogadtál. Nekem, amikor elkezdtem a birkozó pályafutásomat, akkor nekem az első számú kedvencem, még a szobámnak a falán kinn is volt a Proster, a kis bongyorka hajával, az a Komáromi Tibor volt, aki a jelenlegi szövetségkapitányom, és nagyon sok mindent köszönhetek neki. Ő volt a 80-as évek elején, tehát ő volt Magyarországon a birkózó, ő volt az, aki háromszoros világbajnok volt, olimpiázist érmes, stb. Ne soroljuk. Ő volt az első igazi példaképpen, aztán 88-ban, amikor megláttam egy hatalmas orosz embert, akit úgy hívtak, hogy Alexander Kerelin, ő volt a másik olyan ember, akire felnéztem, mert olyan ember volt, akit 88 óta csak 2000-ben vertek meg, az nem kis teljesítmény, 25 világversenyen szerzett érmet, és ebből 24 arany volt, és egy pedig ezüst. Majd ugye én miskolci vagyok, mert említettem, nekem az is meghatározó élmény volt a pályafutásomban, hogy 1992-ben Repka Attila 1992. szeptemberében hozott egy csillogó érmet a Barcelona olimpiáról, és azt megmutatta nekem, az olimpia aranyérmet megmutatta, és azt mondta, hogy amikor kezembe vettem, és borsodott a hátam, és mondtam, hogy nekem én egy ilyet akarok. És még az Attilával kapcsolatban van egy olyan sztorim, hogy amikor Miskolcon otthon vagyok, akkor fölmegy az Attilához, és ő kiteszi az érem kollekcióját az asztalra, és akkor mutatja, hogy ilyenből van már neked, ilyenből is van neked, ilyenből is van neked, és a végén eljutunk az olimpia aranyig, és azt mondja, hogy ilyen még nincs, de ezért nagyon küzdjél meg. És így összeveszi egy zacskóba, és elteszi, és erről ennyit. És mindig szoktuk húzni egymást, mondta, hogy ő elérte azt, vagy én elértem az első világbajnokságon azt, amit ő egész életében harcolt, mert ő is csak VB-n ezüst érmes tudott lenni, de én mondtam, Attila, én még olimpia bajnok nem voltam, és az akarok lenni. Azt mondta, hogy eljön maradjunk minden. Ennyiben. Szív és a hit kérdése, el fog jönni. Attila, neked még van összesen egy percet, mondjál minden jót, amit szeretnél elmondani. Utána egy percet lesz a Misének is, és elbúcsúzom, mert 49 napig beszélnék vele. Elnézést a sort, mikor a példaképekről beszéltünk, egy nagyon fontos dolgot kihagytam, például Loksit, a Lokomotívot, a Pesszel Gábor munkásságát, amelyben a Bum miénk itt a tér, 30 éves vagyok, popfesztivál, szóval ezek azok a dolgok, amitől megy a történet.